Szabadkán május 9-e és 15-e között szervezik meg a fogápolás hetét. Erre azért is van nagy szükség, mivel a felnőtt lakosságot vizsgálva lesújtóak az adatok. Szerbiában ugyanis a leggyakoribb fogászati eljárás a foghúzás. Az akció keretében elsősorban a fiataloknak szerveznek előadást. Kérdezik tőlünk, hogy mikor kell elkezdeni a gyerekeket vinni a fogorvoshoz. Hát anyukáknak még terhesség alatt kell kezdeni járni a fogorvoshoz, és miután a gyereket viszik mondjuk rá az általános orvoshoz, hát hogy forduljanak be a rendelőbe is, a mi fogászati rendelénkbe, hogy a gyermek megismerkedjen a fogorvosával, meg a környezettel. A program keretében Szabadkán és a településeken a másodikos diákoknak szerveznek előadást, emellett fogkrémet és fogkefét kapnak ajándékba. A Lifka mozinál található hetes számú gyógyszertárban pedig a felnőtteknek tartanak bemutatót. Minden évben, mikor vannak ezek a rendezvények, ez a fogegészségi hét, akkor ebbe a gyógyszertárba csinálunk ilyen bemutatkozásokat, mikor különböző cégek, akik ezzel foglalkoznak, bemutatkoznak a pácienseknek, a fogorvosoknak. A felmérések szerint a szabadkai középiskolások 65%-a naponta kétszer, reggel és este is mos fogat, míg a fiatalok bevallása szerint 4%-uk egyáltalán nem szokott fogat mosni.